kicsikes. De Józsám az önbe, hogyha nem jött, akad más. Szebb is, jobb is, hamiskás. Énekekkel, ajándékokkal érkeztek a színészek a Pécsi Gyermekklinika betegeihez tavaly Mikulás napján. Végigjárták a kórtermeket a kicsik nagy örömére. Ez már egy állatmenhely, itt kutyáknak, cicáknak nyújtanak menedéket és ellátást. Az a közös a beteg gyerekeket és a mentett állatokat gondozó szervezetekben, hogy nekik ajánlják fel legtöbben adójuk 1%-át évről évre. Azonban ahhoz, hogy az adófizetők támogatását megkaphassák, regisztrálniuk kell, mégpedig időben. A 24-1-reg adatlap benyújtásának nagyon fontos határideje 2024. szeptember 30-a. Ezt az adatlapot azoknak a civil szervezeteknek kell elküldeni elektronikusan a hivatalhoz, akik 2025-ben az 1+1%-os felajánlásban részesülni szeretnének. Nagyon komolyan veszik a határidő betartását, ettől csak kivételes esetekben lehet eltérni. A 24-1-reg adatlapnak a benyújtási határideje jogvesztő határidő, igazolási kérelem benyújtásának nincs helye. Abban az esetben van kivétel, hogyha a civil szervezet jogutódlással vagy jogutódlás nélkül megszűnik, jogutódlás esetén pedig az új civil szervezetnek kell benyújtani ezt az adatlapot, hiszen ez a regisztráció nem lesz ebben az esetben folyamatos. Akkor lehet még benyújtani ezt az adatlapot, hogyha a civil szervezet nem felel már meg a feltételeknek, vagy pedig egy másik bankszámlára szeretné kérni majd a felajánlott összegeket. Az adófizetők is megnézhetik, hogy az általuk kiválasztott civil szervezetet regisztrálták-e a NAV-nál, vagyis segíthetik-e munkájukat, tevékenységüket az 1%-os felajánlással. Azok a civil szervezetek, amelyeknek megvan a regisztrációja, az adóhivatal honlapjáról elérhető listán ismerhetők meg, és a személyi jövedelemadó bevallási időszakban ez a lista segítséget nyújt azon szervezetek kiválasztásához, amelyiknek az adózó felszeretné ajánlani az 1%-át. A regisztráció visszavonásig érvényes, ezért annak a szervezetnek, aki már regisztrált civil kedvezményezett, nem kell újra benyújtania az egyreg adatlapot. De akik mostantól szeretnének az adózók segítségére számítani, még 30-áig regisztrálniuk kell, hogy jövő májusban ott legyenek a támogatható szervezetek között.